Jó napot kívánok! Mire kell figyelni, ha adószámla értesítőt kapok? Akik elektronikusan tartják a kapcsolatot a NAV-val, azok a tárhelyükön, akik pedig papír alapon, azok a postaládájukban kereshetik az adószámla egyenlegéről szóló dokumentumot. A küldemény elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt. Kell lefizetnie, igényelhet-e vissza, illetve 2023-ra keletkezett-e pótléka. Adószámla értesítő csak az kap, akinek 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van. Akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem, vagy csak késve teljesítették, és emiatt 5000 forintot elérő késedelmi pótlékuk is keletkezett, azok a pótlékról is kapnak tájékoztatást. A tartozást a legegyszerűbben és banki költség nélkül az ügyfélportálon rendezhetik. A tartozás banki utalással, netes utalással és esetenként csekkes befizetéssel is rendezhető. Online is kérhető a túlfizetés kiutalása vagy átvezetése. Akinek segítségre van szüksége az adószámlája értelmezéséhez, hívhatja a NAV infovonalát a 1819-es telefonszámon, vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton tudnak segíteni a hivatal munkatársai. A 1819-es infovonal ügyintéző rendszerében az adószámla egyeztetésére is van lehetőség, ha az ügyfél rendelkezik a rendszer használatához szükséges azonosítóval. Köszönöm!